A magyar gazdaság már 7. éve folyamatosan növekszik. A 7 éve tartó töretlen gazdasági növekedés tette lehetővé, hogy a kormány kiemelten támogathassa a családokat. Erről beszélt Orbán Viktor vasárnap délután a Várkertbazárban tartott évértékelő beszédében. A miniszterelnök közlése szerint a kormány 7 pontos családvédelmi programot dolgozott ki. Először is bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Eszerint minden 40. év alatti nő 10 millió forintos kedvező kölcsönt kaphat első házassága után. Az első gyermeke megszületésekor 3 évre felfüggesztik ennek a törlesztését, a második gyermek után a tőke harmadát el is engedik, a harmadik gyerek után pedig az egész hiteltől megszabadulhat a gyermeket vállaló adós. A csok bővítésével is támogatja a kormány a családokat. A 2 és több gyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon ma egy 2 gyermeket vállaló fiatal házaspár az életkezdéshez és otthonteremtéshez 22 millió, egy 3 gyermeket vállaló pedig 35 millió forint támogatást kap. Taps fogadta a miniszterelnök következő bejelentését is, ami a nagycsaládosoknak szánt kedvezményekről szólt. Eddig a harmadik és minden további gyermek születése esetén 1 millió forintot vállaltunk át a nagycsaládosok jelzálog hiteléből. Most bővítünk. Már a második gyermek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyereknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb 1-1 millió forintot vállalunk át. Negyedszer. Az intézkedési terv negyedik pontja szerint azoknak a nőknek, akik legalább 4 gyermeket szültek, soha nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ötödik pontként a kormány elindítja a nagycsaládosok autóvásárlási programját. Akik legalább 3 gyermeket nevelnek, azok 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapnak egy 7 személyes új autó megvételéhez. Emellett megvalósítják a teljes bölcsődei ellátást. Ez azt jelenti, hogy 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei helyet hoznak létre, ebből az idei év végéig még 10 ezer megvalósul. A cél, hogy 2022-ben már minden szülő bölcsődébe vihesse a gyermekét. Hetedik pontként pedig jön a nagyszülői gyed. Ha a szülők úgy döntenek, akkor a nagyszülők maradhatnak otthon gyeden helyettük. Hogy a 7 pontos intézkedési tervre mennyi pénzt szán a kormány, arról nem beszélt Orbán Viktor. Ezzel kapcsolatban hétfőn Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár azt mondta, már idén 75 milliárd forintot fordítanak rá.